Vármegyéről Vármegyére. Csongrád Csanád. A legszögedibb szögedi. Bálint Sándor néprajzkutató életműve és hagyatéka. A jelző tökéletes, hiszen a folklorista Dél-Alföld néprajzát és vallási hagyományait kutatta. Bálint Sándor alsóvárosi paprikatermesztő család fiaként Szegeden született 1904-ben. 1931-től a Katolikus Tanítóképző Intézet és a Tanárképző Főiskola tanára volt. 1947-től az egyetem néprajzi tanszékén tanított. A szegedi nagytáj a szögedi nemzet fogalmát az 1940-es évektől használta. Bálint Sándor még ismert régi szegedi mesterembereket, így saját tapasztalatai alapján írhatta meg a szegedi papucs, vagy éppen a gombkötő mesterség történetét. Foglalkoztatta a városrészek krónikájának kikutatása, égitestek és természeti jelenségek hatásai, halálhoz, temetéshez, születéshez, esküvői szokásokhoz kötődő népi hiedelmek világa. Gyűjtötte a nép által költött verseket. Régi könyveket őrzött meg az utókor számára. Az első világháború idején a hozzáforduló írástudatlan feleségek neki mondhatták tolba a fronton harcoló férjeiknek szánt levelet. Bálint Sándor munkássága teremtette meg a vallási néprajz, mint a néprajztudományon belüli kutatási területet. Szegeden művelődési ház és a Ferences templom új harangja viseli az 1980-ban elhunyt Bálint Sándor nevét. Szobra áll a szegedi Panteonban és az alvárosi templom mellett. Az egyház kezdeményezte boldoggá avatását. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.